amikor a pápa előtt énekelhettem. És az a meghurcolás, amit én ezért kaptam, mert tanúságtételt tettem azért, mert felkértek az eukarisztikus kongresszusra, és beszélhettem végre erről. Beszéltem róla, és én álmomban nem gondoltam volna ezt, hogy ilyen meghurcolást fogok kapni. Mindig erős volt a hited? Nem. Nem? Nem. Ez egy sokszor. Út? Abszolút, de szerintem mindnyájan ezzel küzdünk, tehát hogy sokszor letérünk az útról, ahogy én is. Hadd tiszteljem a hitedet. Három igazság mai vendége nem más, mint Tóth Gabi. Üdvözlünk, sok szeretettel, köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm, és Tominál vannak a szabályok. Hát, tök egyszerű, itt van három boríték, ezek közül választhatsz, és abban a sorrendben haladunk majd az igazságok között, ahogyan te azt majd szeretnéd. Igen, és minden boríték megválaszolására 7 percetben, ahogy ez mindig, és van még egy borítékunk. Amit nem felejtettem el, mert egyébként el szoktam felejteni, hogy elmondjam, hogy ebben pedig a te igazságod van, ami a végén kerül majd terítékre. Melyik szín? Legyen a piros. A piros az Edinka boríték. Igen, csalogató volt a piros. Ugye? Szín, igen. Jó, akkor mi az igazság, milyen a házasságotok? Óra indul. Hát a házasság szó, mint olyan, egyrészt próbálom még magamban ezt, ennek a súlyát megélni, mert hogy mi egy pár vagyunk, kapcsolatban vagyunk, szerelmesek vagyunk, de hogy így, amikor meghalom, hogy a férjem, feleségem, egy kicsit úgy megijedek, tudod, annak van egy ilyen... Bekomolyodik a dolog. Az meg fura, még nem szoktad meg? Nem szoktam még meg, igen, mert valószínűleg azért sem, mert nem volt esküvünk, csak egy olyan esküvünk volt, ami ez az SOS esküvő, hogy tudjuk, hogy ki a gyerek apja meg a anyja. Szóval, hogy amikor kisbabát vártam, akkor letudtuk, és nagyon szeretnék majd azért egy lagzit, egy bulival, és valószínűleg utána majd megjön ez az érzés, de most még nem is foglalkozunk ezzel. Hullámvölgyes, rengeteget vitázunk, de mi ilyen nagyon tüzesek vagyunk, tehát mi elmegyünk valahova, akkor azt hiszik, hogy beszekszünk, és csak húzzuk egymást, mert a Krausomnak ilyen nagyon vicces, brites humora van, és én ezt nagyon imádom, és nagyon jó labdákat dobál föl, és egymásnak dobáljuk ezeket a labdákat, és ezzel elveszük az élét sokszor, de nagyon sokszor van mélypont, ami minden házasságban. Olvastam, ahogy készültünk erre a beszélgetésre, olvastam egy nyilatkozatodat, és valami übercuki volt, hogy te a mai napig néha fölébredsz éjjel, és nézed, igen, a férjedet, és gyönyörködsz benne ilyen részletekre, tehát hogy milyen a szemöldöke, hogy néz ki. Pedig azért ennyi év után, mert hát azért ez most már jó néhány éve, igen, hogy ti éve egy pár vagytok, ez lankadni szokott. Úgy tűnik benned, nem? Nagyon nem, sőt, mindig felfedezek benne valamit, mert tényleg, ahogy írtam is, ez egyébként a blogomban volt, hogyha nekem adtak volna egy papírt, meg egy tollat, és tudnék rajzolni, akkor én egy ilyen pasit rajzoltam volna magamnak, aki így, ez nekem nagyon bejött. És most az jutott eszembe, hogy korábban, a Gábor előtti időkben, azért téged azzal is nagyon sokszor megtaláltak, hogy jaj, milyen gyorsan váltogatja, pedig nem is, a pasikat, meg nyilván voltak szerelmei, mint ahogy mindenkinek. De hát 20 évesen miért ne lehetett volna? És mitől függ az, hogy mikor jön el az, a hapsi, az a pasi, az a férj, akitől aztán gyerek is lesz, és aki együtt tervezed, igen, az életet, és a tökéletes, tehát hogy vajon miért akkor jött, amikor? Miért nem hamarabb, vagy később? Egyrészt nyilván nekem is meg kellett érnem, hogy nem minden rólam szól, hanem van egy másik ember is egy kapcsolatban, ahol igenis kompromisszumokat kell kötni, mert én azért régen hajlamos voltam arra, hogy csak a saját igényeimet tartsam szem előtt. És akkor elfeledkeztem arról, hogy attól, hogy ez az én igényem, nem biztos, hogy neki is ez, mert a saját igényeimet hittem a másikénak is az igényeinek. Uh-huh. Tehát, hogy én nagyon törődő voltam és gondoskodó, csak nem biztos, hogy ő arra vágyott. Tehát, hogy ezt én is tanulnom kellett, és nyilván, amikor egy kapcsolatba belemegyünk, akkor abba úgy megyünk bele, hogy ez most az lesz. Hiszen tényleg nekem sem például lesz, hogy váltogattam a partnereimet, szóval, hogy így nem is volt. És nem. Én például nem is voltam, nekem sose volt egy éjszakás kalandom például, tehát hogy én azt sem tudom, hogy milyen egy idegen fiúra ráírni és elmenni randizni, és akkor, tehát nekem ez egy ilyen, tehát én egy tök konzervatív csaj voltam ilyen téren, mert ebben nagyon nehezen nyílok meg, és ugye a szerelmet kerestem. És akkor egyébként a Gábor pont akkor jött, amikor egyáltalán nem akartam. Anyám rángatott el, kislányom, le ne mondd a randit, mert rám írt a Facebookon a Gábor, meg így írogatott be ilyen koncertvideóimhoz, hogy a Grammy-díjat nyerte, Tóth Gabi, mondom, de rossz duma.
és akkor elhívott randizni, és ő volt az első fiú, akivel úgy mentem el randizni, hogy nem ismertem. Egyáltalán nem találkoztunk. Nem találkoztunk még. Hát, de találkoztunk egyszer egy klubban, ahol meghívott egy italra. Én meg mondtam, hogy elmegyek most doboztam, majd jövök, és 12 év múlva találkoztam. Nem, de volt. És anyukád mit mondott, hogy miért menjél erre a randira? Ez egy jó pasi, és még főzni is tud kislányom. Ezt akartam mondani, hogy biztos azért, mert jól főz. Igen, nyilván ez is, de hogy azt mondta, hogy ez hogy látszik rajta, hogy ő egy igazi férfi. Főz hogy otthon? Úgy, szokott egyébként, de azért nem nagyon szoktam ezzel csesztetni, megmondom őszintén, mert egész nap főz. Ez olyan, hogy én is elmegyek, énekelek, most otthon se kezdek el egyfolytában azért, mert ő kéri. Nem ad koncertet? Nem. Úgyhogy nem, de mindig, amióta a gyerek van, azért rendszeresebben szokott a Hanninak főzni, meg együtt sütnek. Szóval, hogy így volt az első nagy találkozásunk, szóval és abból jött, éreztem, amikor hogy nem akartam. Már jönnie kellett, nem? De közben igen, kellett, de hogy így, vagy éreztél ilyet akkor, hogy most már kéne? Betöltöttem a 30-at, anyám nálunk éppen együtt voltunk, mert anyám a barátnőm is, tehát mi nagyon sokat vagyunk együtt. Én rejtvényt fejtettem, és így kinéztem erre a képre, 30 évesen, vagy. Anya, így fogok megöregedni, veled rejtvényt fejtek, ami tök jó félre ne ér. De hogy nekem már nem lesz pasim, és akkor jött Gábor rá egy hónapra, talán, mert januárban töltöttem a 30-at, és február 13-án találkoztunk először. De ez egyébként magunk között szólva, ez olyan nyálas hollywoodi történet, de olyan jó, tényleg? Hogy ez a valóságban megjelenik. Én nem érzem amúgy. De nem, ez szép. Szép, tehát én szépnek érzem. Csak általában ezek igen. A tündérmesék, ezek a hollywoodi ja. Filmekben vannak. Elég mindent elkövettünk, hogy ne legyen az, mert a Gábor is, meg én is így minden bajunk van az ilyen cukormázas. Tudod, milyen furcsa? Én emlékszem, fel tudom idézni. Életünkben először én már nem is tudom, hogy minek a kapcsán egy budai étteremben találkoztunk egymással, ennek 12-13 éve. Tehát a 20-as évei elején járó Tóth Gabival találkoztam, és most, ahogy meséled, hogy te valójában egy konzervatív nevelést kaptál, te egy konzervatív, soha nem volt egy éjszakás, stb. És akkor bejött oda ez a lány, akinek brutál torka volt, tehát a zenével születtél, és kivarva, tetoválva, nem tudom, szerintem piercingek is voltak, minden, és berobbant az élet, tehát pörögtél, hogy van ez a Tóth Gabi a maga dinamikájával, ami hát biztos az életkorral azért higgad, és van egy konzervatív nevelést kapott, borzalmasan képzett, énekes, hogy ez a kettő egy harmóniában van benned. Igen, nyilván lázadtam, meg fiatal voltam, azért nekem egy picit később is jött a lázadó kamaszkor, mert egészen fiatalon már dolgoztam, meg nagy felelősség volt rajtam a szakma miatt, mert már korán elkezdtem hivatásos énekesként dolgozhattam, és akkor úgy kb. A 20-as éveimben éltem meg ezt a 14 éves tinédzser lázadó korszakomat, de hogy én ezeket mindig úgy voltam, hogy én bírom a vagány, extravagáns cuccokat, attól még lehet egy konzervatív értékrendje az embernek. Persze. Szerintem. És azt gondolom, nem zárja ki az egyik persze. A másik. Így van. Így van. Úgyhogy, és én ezzel szeretnék ezt is megmutatni az embereknek, hogy nem minden annyira fekete-fehér, hogyha valaki így néz ki, akkor ahhoz egy olyan éles stílus is párosul, hogy iszik, drogozik, és egyik ágyból a másikba jár, mert én például soha nem voltam ilyen, aki ismer, meg pláne tudja. De szeretem a jó vagány cuccokat, úgyhogy ennyi. De egyébként tényleg valahova ide akartam, aztán lépjünk tovább kiukadni, hogy lám-lám ez a két furcsa ellenpont, mert azért ez, valljuk be, két furcsa ellenpont, hogy milyen érdekes, hogy harmóniában meg tud férni egy emberben, mert nem látom azt, hogy egy diszharmonikus ifjú hölgyel ülnék szemben. Ez nagyon jól esik nekem, és neked meg pláne elhiszem, mert tudom, hogy nem mondasz olyat csak, hogy a másiknak kedvezzen. Úgyhogy köszönöm nekem, ez sok munka volt, hogy meg önismeret főleg, hogy erre rátaláljak. Idő. Igen. Sárga vagy zöld? Sárga. Legyen, na, én Laci. Vagyok. Sárga, mint a nap. Ezt éneklem egész nap a gyerekemnek, ne arra. Mielőtt elmondom az igazságot, meg kell, hogy osszunk veled egy történetet. Hosszú-hosszú hónapokat töltöttünk Dominikán az elmúlt években, igen, a Tomival együtt, és
becsapódott a pandémia. Az első nagy lezárás volt, ami minket Dominikán ért, nem tudtuk, hogy... nagyon kemény lehetett, nagyon sok hét hónapra. Hogy mikor tudunk hazajönni, nem voltak repülőjáratok, semmi nem volt, és olyan kilátástalan tűnt akkor volt. Még. És egyszer csak a Tomi egyik reggel hozza a telóját, és azt mondja, ezt hallgass meg. Meghallgattam, onnantól kezdve az kvázi a himnusunk lett, a Pápai Jocival a menedék. Tényleg. Uh-huh. Figyelj, nekünk az nagyon sokat adott és jelentett. Aha. Ott kint. Menedék a te otthonod. Tehát, hogy komolyan így kap, mondom. Nem csak az egész stábnak azt. Igen. A magyar stábnak így kapaszkodtunk a dalba. Az a dal, az tudod, amikor egy dal támaszt tud lenni, mert az jön belülről. Egyrészt, ahogy előadtátok, tehát maga a klip is brutálisra sikerült, tehát igen, azt hiszem, hogy ez a legjobb megfogalmazás, hogy erős volt. Ezt, amikor találkoztunk, épp a Tomival mondtuk, hogy meg akartuk neked köszönni. Igen. Úristen, meg a Jocikának, igen. Mert Jocinak már megköszönte a Laci, mert valahol összefutott. Akkor célba ért a dal, és az, amiért nagyon, ezt megszületett. Brutálisan. Nagyon köszönjük. Brutálisan. És na nézzük. Folytatása. Jaj, de jó! Mi az igazság? Mik azok a dolgok, amik szerinted szerethetőek a személyiségedben? Óra indul. Én mindenemet odaadnám bárkinek. Tehát, hogyha aki így a környezetemben van, most nyilván így magamról beszélve egy kicsit így zavarba vagyok, hogy ezeket én mondom magamról, de amit én erélyemnek érzek, az az, hogy én vagyok az első, aki felsegítek mindenkit, kisegítek egy százassal, valaki keresi és nem találja, rohanok, ha baj van, hajnali kettőkor is tudják, hogy engem fel lehet hívni, úgyhogy ez nyilván voltak ebből problémáim, mert sokszor már túl az ottan másokra figyeltem, ugye a barátaimra és nem magamra, amikor nagyon segítőkész voltam és mindenki szeressen, valószínűleg ez azért is volt, hogy nagyon azt akartam, hogy mindenki szeressen, és én nagyon bizonyítani akartam, hogy én itt vagyok. Ez mikor volt? Hát ez főleg így a 20-as éveimtől, így 20-tól 25-ig, és akkor ilyen 25-26 éves koromban kezdtem el úgy azt érezni, hogy így most megérdemlem azt, hogyha ezt így lezárom, és nem adok ennyit. És akkor kezdtem egyébként a zenémben is így visszatérni az autentikus elemek felé, mert azt éreztem, hogy nekem az volt a gyógyír, meg az segített magamban is így ezt a harmóniát, amit már jó, hogy látni rajtam. És azt, hogy ennyit adsz egyébként azóta is mondjuk a zenéden vagy a fellépéseken keresztül az embereknek, most a közönségről beszélek, mit kapsz vissza? Hát én nagyon értékes leveleket kapok az emberektől, tehát nagyon mély történeteket, amik néha meg is csapnak, hogy ez a felelősség, ami a szakmánkkal jár, hogy ilyen mély történeteket megosztanak velem, és kapaszkodóként néznek rám, és így elbizonyítanak, hogy úristen, ezt tényleg én adom, vagy nekem ez a feladatom? Tehát, hogy én egy tapolcai lány vagyok, és tényleg az emberekből egy ilyen érzést tudok kiváltani. Tapolcai meg is... lány vagy, azért itt egy picit hadvesek közben, tapolcai lány vagy, de tömeghatásod van. Tehát nem véletlenül hoztam elő a menedéket, mert pláne akkor, amikor nehéz periódusokban vannak az emberek a művészeknek, akkor van szerintem talán a legfontosabb szerepük, mert valamilyen talpazatot adnak, amire nem tudom hogy, de rááll az ember. Tehát minap forgattam Nem az a lány és Szofi párosával, akik elképesztő sikereket érnek el a YouTube-on, és meghallgattam a slágerüket, amit most már 23 milliónál is többen hallgattak meg a YouTube-on, ami egy 10 milliós országban, azért valljuk be, az elképesztő szám. Nem tudom, hogy csinálják, Gabi. De meghallgattam reggel a számot, mielőtt elindultam, és azon vettem észre magam, hogy végig dúdolom az autóban, és lebuktattam magam, tudod, a menedékkel is pont ez volt az érzet, hogy hiába járkáltunk, jöttünk, mentünk, de annak a belső dinamikája, amit nem lehet megmagyarázni, hát ez az alkotó emberek sajátja, és ez mindegy, hogy Tapolca vagy New York. Abszolút, de hogy amit például szerintem a csajok is jól csinálnak, hogy nagyon egyenesen, mindenféle manírmentesen mondják ki azt, amit esetleg sokan nem mernek kimondani. Nekem például a legtöbb levél, amit kapok, az az, hogy
Gabi, amikor te énekelsz vagy nyilatkozol, az olyan, mintha kimondanád helyettem, én sosem merném. És akkor ettől így megkönnyebbülök, hogy te kimondod helyettem. És nagyon sok ember van, aki nem bátor. És lehet, hogy itt a bátorság a szó, hogy kimerjük mondani ezeket az érzéseket nagyon egyenesen, anélkül, hogy mindenféle művészet... Hát most már bátorság is kell ebben. Bocs, hogy közben vágok, igazad van. De alapvetően ez a természetességből fakad, ami neked megvolt 16 évesen, amikor a Megasztárba oda keveredtél és megismert az ország, és aztán még sokáig megvolt, és még most is megvan. De közben már kell a bátorság. Ehhez a legnehezebb az úton azt a fajta 16-17 éves vakmerőséget nem elveszíteni. Mert akkor a Tóth Gabinak még nem volt vesztenivalója. 34 évesen, feleségként, anyaként. Ezért mondom, hogy a bátorság is kell ma már és most már. Igen. Mert azért nagyon sokat kaptál az elmúlt időszakban. Nagyon sok mindent. Mármint negatív értelemben. Igen. Is. Igen, az rendszeresen, de... Valahogy, aki valamit kivált, tehát én azt tökre el tudom fogadni, hogy engem vannak, akik irritálónak tartanak, hiszen van egy pesgő, nyüzsgő energiám, tehát én nem, és akarom, hogy most már mindenki szeressen. Persze volt egy idő, amíg én nem értettem, hogy engem miért nem szeretnek, vagy miért mondja azt rám valaki, aki nem is ismer, hogy utál. Amikor meg aztán leülök valakivel beszélgetni három mondatot, akkor azt mondja, hogy te jó Isten, te vagy a Tóth Gabi. Hát ez a bulvárlapokban nem így jött le, és ugye ez az állandó, hogy én magyarázkodtam, hogy mert ott leírnak, és úgy hoznak le, és úgy vágnak össze, de, és ezeket már nem akarom. A zenében eléneklem, elmondom a koncerteken, és aki velem akar jönni, az nekem tökéletes lesz. Ha az csak 100 ember, én annak is örülök. Csak énekelhessek, csak ezt csinálhassam. Persze a számok azt mutatják, hogy minél több támadást kaptam, annál több szeretetet is kaptam. És rengetegen jönnek a koncertjeimre. Például ez a nyári időszak, ami nagyon nehéz volt, amikor a pápa előtt énekelhettem. És az a meghurcolás, amit én ezért kaptam, mert tanúságtételt tettem azért, mert felkértek az eukarisztikus kongresszusra, és beszélhettem végre erről. Beszéltem róla, és én álmomban nem gondoltam volna ezt, hogy ilyen meghurcolást fogok kapni. Tehát voltak azért kemény időszakok, tehát nagyon lefogytam, nagyon féltem az emberektől, tehát volt egy pár hét, amikor féltem, már ismerősökhöz úgy mentem oda, hogy úristen, vajon ő is ezt gondolja rólam, ő is utál már, vagy ő is gúnyolódott rajtam egy héttel ezelőtt, és most itt mosolyog. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény időszak. És a miértekre kerested a választ? Tehát, hogy miért bántanak ezért téged? Hát, aki Jézus útjára lép, nem vitte helyette senki a keresztet. Szóval ez egy nehéz út. Aki bátor, aki hatással tud lenni, az veszélyes. És hát valószínűleg ez is hozzátett. Illetve az, hogy nagyon szélsőségesen állították be bizonyos médiumok, hogy a Tóth Gabi tegnap még rockerlány volt, aki kirakta mindenét, ma meg eljátsza a Szent Szüzet. Mikor erről szó se volt. Tehát aki engem végigkísér és látja, az teljesen egyértelmű virágzása volt és kibontakozása, főleg amióta anya lettem. Ami nem öl meg, az megerősít. Abszolút, engem nagyon megerősített. Szóval nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt átélhettem, mert azt érzem, hogyha ezt kibírtam, és méltónak találta Jóisten arra, hogy egy ekkora feladatot rám bízott, akkor megkapom hozzá az erőt is, hogy elbírjam. És én úgy érzem, hogy ezt elbírtam. És nagyon sok szeretetet kaptam. Mindig erős volt a hited? Nem. Nem? Nem. Ez egy sokszor. Út? Abszolút, de szerintem mindnyájan ezzel küzdünk. Tehát, hogy sokszor letérünk az útról, ahogy én is kerestem magam, vagy elvesztettem a hitemet. Most 18 évesen hogy higgyek, amikor ott fekszem, egy kórházi ágyon majdnem meghaltam, amikor éppen nekem fesztiválokon kéne táncolnom a barátnőimmel, és egy orvos azt mondja, hogy nem lehet gyerekem, akkor megkérdezem, hogy hol van Isten a bajban. Nem volt ott akkor, úgy éreztem. De pedig ott volt, mert itt vagyok. De nyilvánvalóan voltak olyan periódusok, amikor a hitem egy kicsit alább hagyott, mert azt éreztem, hogy akkor engem nem szeret a jó Isten, hogyha én nem lehetek anya. Hiszen minden nőnek ez valahol titkon a vágya, hogy egyszer gyermeke legyen, vagy családja legyen. Úgyhogy aztán egyre jobban jöttem rá, hogy Isten nagyon is ott volt velem,
és vannak sötét energiák, amik munkálkodnak, de nekünk, ha tiszták vagyunk, akkor ezen felül kerekedünk, ahogy most is történt. És ezeket kivel tudtad megosztani, tehát a hiteddel kapcsolatos gondolataidat? Mert ahogy mondtad is, hogy most ugye a kongresszus miatt került ez előtérbe, és előtte meg valószínűleg nem kérdezték tőled az újságírók, nem hogy hiszel el, vagy ha kérdezték, kivágták, mert nem volt érdekes. Igen. Szóval, hogy ezeket te kivel tudtad megosztani, kivel tudtál ezeken gondolkodni? Találtam igaz barátokat, így az egyház közösségen belül is, egyébként akikkel rendszeresen tudtam beszélgetni. A legjobb barátnőm, aki a gyermekem keresztanyja egyébként, egy nagyon hívő család, és ők is mindig kimentem hozzájuk oda a falura, és oda el tudtam menekülni. Illetve a Gábor nagyon sokat segített, pedig ő nem egy, tehát hogy ő azért így egy kicsit ateistább, tehát hogy ő így hisz valamiben, de inkább megijeszti az ilyenfajta szemlélet, és mégis nagyon erős támaszként volt mellettem. Gyerekkorod az hívő családban zajlott? Abszolút, főleg anyai ágon. Nekem a nagymamám volt, aki, tehát hogy én minden vasárnap mentem bele a templomba, és én utána is, csak utána már a diákmisékre, és akkor nem 8-ra kellett menni, és akkor ennek nagyon örültünk. De hogy nekem maga a halállal való kapcsolat, az, hogy meghalt a nagypapám, és egy 5-6 éves gyerek az, hogy van és nincs, és ezt így nem érti. Nekem a hiten keresztül, és maga ezen az egész keresztény valláson keresztül mutatta meg, és mesélte el a mamám szentekben, hogy ne féljek a haláltól, és valójában lehet, hogy nekem ezért is nagyon fontos, mert őt is átsegítette a gyászon. Úgyhogy én azóta ez volt, persze volt, hogy eldobtam a hitemet, de szerintem ezen nagyon sokan vagyunk még így. Ó, ifjú művésznő. Ez a legszebb ebben, hogy nem azt mondja valaki, hogy nekem a hitem ilyen, és, hanem mi emberek vagyunk, a magunk őrült tökéletlenségével. És én ebből az egészből magam számára annyit szűrök le, hogy tiszteljük egymást. Hadd tiszteljem a hitedet. Mert ha én tisztelem a te hitedet, akkor te tiszteled az ő hitetlenségét, vagy hitét. Teljes mértékben. És ettől mi még őrült jóban tudunk lenni emberek, abszolút, hogy bizonyos kérdésekre másképpen találjuk meg a választ. Ez a színessége az életnek, gyönyörű, abszolút, valójában. Én is így gondolom. És ettől lehet nagy szeretetben lenni egy asztalnál, békében. Igen. Nincs választási lehetőség. Jó, marad a zöld boríték, és maradok én. Így szól a kérdésem, mi az igazság? Melyik dalodra vagy a legbüszkébb? Óra indul. Menedék. Egyébként a Menedék nagyon meghatározó dal, mert az első dal volt, amit énekeltem szülés után. Nagyon féltem, hogy fogok tudni énekelni. Mármint, hogy a hangod az ugyanoda megy vissza, mint ahol igen, volt. Igen, meg a rekesztámasz, ugye azért itt elég komolyan elmozdul a hasizom, meg minden a rekeszizmok, és nagyon féltem, hogy ezt hogy fogom megoldani. Egyébként vannak is benne bizonytalanságok, igen, de direkt lehet, hogy benne is hagyták, így van, és én kértem is, hogy legyen benne. Ahogy felnőttem veled, köszönöm. Ugye egy-két helyen úgy csuklik el a hangom, mert nem tudtam még, meg nagyon nehéz volt. Hát, meg azért sírtunk a Jocikával a stúdióban mi is, tehát fogtuk egymás kezét, amikor visszahallgattuk, mit énekeltünk föl, és egymás vállán zokogtunk. Tehát borzasztó, nagyon, nagyon kemény volt, igen. Érzelmileg ez, mert ez egy ima. Tehát, igen, hogy egyszerűen a Joci egy olyan dalt írt meg, amit a 3 hónapos gyerekemnek megmutattam, amikor átküldte, és elkezdett zokogni a gyerekem, de nem úgy, hogy üvöltött, mint egy baba, hogy zavarja, hanem így állt a szája, és potyogtak a könnyei, hogy így láttam, hogy ő meghatódott. És mondtam, hogy Oci, ez működni fog. Hát ha egy ilyen pici tiszta élet ezt így veszi, akkor ez nem tud rossz lenni. Ilyen iszonyú erős. Igen. Úgyhogy ez mindenképp, illetve érdekes, hogy nekem most az új dalaim, amik nagyon, mert nyilván abban, mint szerző is benne vagyok, ami nagyon sokat bántottak dalt, az én szívem, amit én tiszta szívemből imádok, és annyira boldog vagyok, amikor azt a dalt énekelhetem. Hogy a szeretni jöttem. Nem, én a szeretni jöttem. A szeretni jöttem, igen, igen, mert ennek a refrénjének olyan ritmikája van, hogy, tehát, hogy az valahogy úgy nagyon belemegy így bőr alá. Igen. Fellépésest játszok a veled akarok. Veled akarok lenni. Veled.
nagyon, mindegyik dalomat nagyon szeretem, és mindegyik dalom picit más, de annyira csodálatos a zenében, hogy a koncerteken meg egy stílusra tudjuk hozni ezt a sok, akár az Elég volt című dalomat is. Vagy most meséltem neked, hogy a felvétel előtt még elmentem futni, nem a Lacival, hanem csak úgy külön, és közben Tóth Gabi összest hallgattam. Hát a Menedéket futás közben nem, azt megmondom, az arra nem jó, minden másra igen. De hát az Elég volt, meg azért a régi slágereid is, azok is annyira ütősek és erősek. Figyelj, az Elég volt című dalt, azt rajtad kívül van még valaki a Földön, aki el tudja úgy énekelni? Valaki volt egyébként, aki ügyesen csinálta. Nem, a tesóm is ügyes volt. A tesója is ügyes volt, de úgy értem, hogy azon a dinamikával, azon a ritmussal, azon a hangmagassággal. Nekem néha otthon, mikor megpróbálom. Nagyon nehéz dal, de az egy 20-21 éves lázadó csajszi dala volt, és például ez az, amit az emberek nem értenek meg, hogy most már 34 éves vagyok. Ma másképpen énekeled? Tök máshogy. Igen? Sokkal több mélységet rakok bele, már amennyit nyilván a szöveg enged, mert egy 20 éves önmagamhoz kapcsolódok vissza ilyenkor, és én nem bánom ezekben az időbeli ugrálásokat, én kifejezetten szeretem, mert mindig a támpontokhoz jutok valahogy. Úgyhogy nekem mindegyik egy nagyon fontos korszakomban született. Úgyhogy ezt el is szoktam mondani, hogy ezek a dalok mind nagyon fontosak nekem. Úgy szólt a kérdés, hogy melyik dalodra vagy a legbüszkébb, és tegnap ugye ezen vitatkoztunk, hogy ezt a kérdést hogy tegyem fel, hogy melyik slágeredre vagy a legbüszkébb, vagy melyik dalodra vagy a legbüszkébb. Mitől függ az, hogy melyik dalból lesz sláger, és melyik dal marad idézőjelben csak dal? Te most mindent elmondasz, hogy készülünk? Mindent elmondok. Őrület. Hát nyilván a játszás is nagyon sokat, és most vettem a kezembe. Szóval, hogy nagyon sok mindenen múlik, rádiós játszásokon múlik sok esetben, hogy játsszák-e, nyilván nagyon sok dal érkezik be a rádiókba, nem mindig került be a dalom. Pedig én azt éreztem, hogy méltó a dalom arra, hogy rádióba játsszák, de általánosságban, országosan mindig játszották, és ha elmentem egy koncertre, és bizonytalan voltam, hogy vajon most ezt a dalomat ismerni fogják, mindig énekelték. Minden koncerten az összes dalomat. A Szeretni jöttem című dalom 5 nappal később énekelték velem a koncerten, és én így elbőgtem magam a színpadon, hogy ennek van értelme. Érzed előre, hogy melyik lesz sláger és melyik nem, vagy ez meglepetés? Régen nagyon rá voltam erre görcsölve, hogy úgy akartunk dalokat csinálni, hogy ez mindenképp rádióbarát legyen és slágeres legyen. Egy-két dalommal bele is csúsztunk ebbe, de aztán én ezt elengedtem. És úgy voltam vele, hogy nem azért fogok dalokat írni, hogy a rádió játsszon, hanem majd én azt érzem, hogy el fog jutni az emberekhez. Tehát lehet, hogy nem generálok 10 milliós nézettségeket, de azzal a 600 ezer, 1 millió vagy 2 millió organikus elérésen én tök boldog vagyok. Hát igen, ezt akartam még kérdezni, hogy azért ma már a YouTube-on, a Spotify világában, stb. Annyira fontos még mindig a rádió? Fontos a rádió, mert szerintem azért így az autóban az emberek mennek jobbra-balra, munkahelyen, a konyhában, szerintem még mindig igen fontos. De közben meg mennyivel jobb, hogyha valamire rákattansz egy dalra, akkor 500-szor meg tudod egymás után hallgatni. Ez igen, nyilván elérhetőek ezek azért a digitális portálokon, tehát a zenei lejátszókon is, de én azért örülnék, hogy picit megmaradna a rádió. Tehát azért az egy olyan jó, amikor megszólal egy kedvenc dalod a rádióban. Sokat koncertezel egyébként? Nagyon sokat. Most azért egy kicsit többet fogok, mint eddig az elmúlt években. Egyrészt a baba miatt sem akartam, pandémiai miatt nem is volt. És most azért nagyon fantasztikus helyszínekre hívtak, és nem tudok nemet mondani, akár határon túlra megyek, gyönyörű helyekre majd, úgyhogy nekem ezek mind szívem csücske, úgyhogy megyek koncertezni. Nagy színpad. Imádom a nagy színpadot is, amikor LED falon mennek a vizuális vokalisták, és nyomjuk ezerrel, de én rettentően szeretem az akusztikus koncerteket, amikor akár a Csóka Peti gitárosommal a Gábor főz, és mi lakáskoncertet adunk. És az Elég volt, ott úgyis el tudod akkor is elnyomom, persze. Bárhol. Az egyszer gitárral? Igen. Tudom képzelni, milyen lehet. Én most egy kicsit elképzeltem, és szerintem nagyon ez a csodálatos egy zenében, hogy bármerre lehet bolyantani, akkor latinosan játsszuk, mert az is belefért, ilyen kicsit bossanovás stílusban, mert belefér a dallamban. Tehát, hogy úgyhogy igazából én mindegyik dalomat szeretem, fontosak, és... Na, és de melyikre vagy a legbüszkébb? A legbüszkébb szerintem az én szívemre vagyok. Nem feltétlenül azért, mert az a legnagyobb dalom, hanem azért, mert amit ez a dal végigjárt és végig túlélt.
és pont a napokban osztottam meg egy történetet, sztorit, hogy nagyon sok meghurcoláson ment keresztül ez a dal és a klip, de győzött a szeretet, mert velem éneklik a koncertjeimen. És valószínűleg most ezért szeretem ezt a dalt ennyire, meg majd a most készülő dalt nagyon szeretem, ami egy duett lesz ismét. El lehet mondani a titkot, hogy kivel és mi ez? Íródott egy új dal, amit már fel is vettünk a stúdióban, és azt érezzük, hogy egy elég nagy dal született, a Pápai Jocival lesz úgyhogy egy duettem. Na hát akkor az vakon azt mondjuk, hogy a Tomival jön a következő kedvencünk. Annyi érdekesség, hogy azért egy ismerős dallam is felcsendül benne, és egy új dallamot írtunk rá, úgyhogy hamarosan a tavasz van, akkor reméljük, hogy a tavaszi szél vizet áraszt majd. Virágom. Úgyhogy ennyit első körben róla. Hát, várjuk, volt sírás rívás, de hát nagy ívűség is, úgyhogy várjuk ezt, hogy meghallhassák az emberek és ti is. Hogyha meg ti ennyire szeretitek a duettünket, remélem ezt is fogjátok. Figyelj, elsősorban fogunk csápolni a YouTube-nál, mert hát ha másért nem, egyrészt a tavaszi szél az ugye ikonikus sok szempontból. Persze. Na kíváncsi vagyok. Régi vágyunk volt ezt a dalt megcsinálni, és nagyon nehéz volt egy olyan dallal ötvözni, ami egy modern dal, és nem ütközik egyik a másikkal, és úgy érezzük, hogy megtaláltuk ezt. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy megmutathassuk. Mi is várjuk. Ennyi. Na jön a te igazságod. Igen. Lássuk. Remélem el tudod olvasni, mert a gyűrűm miatt így nem tudtam el. De nagy betűkkel írtad, mint mások szokták. Erős gyökerek, élő hagyományok, ezt erősítette meg bennem az anyaság. Így van. Na, ezt meséld el nekünk. Amikor megszületett a Hanna Róza, akkor együtt születtem meg vele, úgy érzem. Tehát, hogy ott együtt újra megszülettünk. Tehát én a szülinapomat igazából december 3-án tartom, amikor a Hanna Rózának van. Ugyanis ott volt ez a 3 kilós pici élet a kezembe, és azon gondolkodtam, hogy mit fogok ennek a pici életnek átadni, amire büszke lesz, amitől ő erős lesz. És egyszerűen egy olyan transzgenerációs sokba kerültem azáltal, hogy a női felmenőimnek az összes élményét megéltem azzal a pici gyerekkel a kezemben, és igazából akkor éreztem, hogy újra az a hit van bennem, ami gyerekkoromban. Hát ennyi. Ezt jelenti talán, hogy arra törekszem, hogy ezt adjam át a Hanninak. És bánthatnak ezért, vagy elmondhatnak mindennek, hogy engem ki hogy vásárolt meg, de engem a gyermekem lelke rabolt el, és azért dolgozom, hogy neki egy ilyen biztos gyökeret és hagyományt tudjak adni, amit nekem adtak a mamám még is. Hát ennyi. Köszönjük. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon jól éreztem magam veletek, és köszönöm az elfogadást. Köszönjük, hogy itt voltál. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.